Az Alkotmánybírósághoz fordult az MSZP, hogy töröljék el a pedagógusok sztrájkjogának ellehetetlenítését tartalmazó szabályozást. Kunhalmi Ágnes szerint elfogadhatatlan, hogy a kormány kiüresítette a pedagógusok sztrájkhoz való jogát, lényegében megtiltva számukra a munkabeszüntetést. A stúdióban Kunhalmi Ágnes. Igen, három társelnök így negyed órán belül az Egyenes Beszédben. Jó estét kívánok! Jó estét! Hát a Katával kezdtük, és folytatjuk ezt a témát így az adáson belül. Ugye Tordai Bence azt mondta, hogy még nem látta itt az adás előtt azonnal azt a Viber vagy Signal csoportot, amiben az ellenzéki pártvezetők egyeztetnek a közös fellépésről a katamódosítást illetően. Mi a közleményt láttuk, ami ugye arról szól, hogy a Párbeszéd szerint lehet, hogy ez alkotmányellenes, és hogy valami közös ellenzéki fellépése, megmozdulásra lenne szükség. Kell ez? Az MSZP benne van? Hogyne. Mi mindenre nyitottak vagyunk, ami az együttműködést illeti. Tehát mi mindig is azt mondtuk, hogy többen összefogva, együttműködve erősebbek vagyunk, főleg ha ugyanazt gondoljuk, és hát a Párbeszéd természetes szövetségesünk volt mindig is. Ők a zöld ügyek elkötelezett hívei, de baloldalról szemlélik a világot. Mi a baloldal elkötelezett hívei vagyunk, és a zöld ügyek iránt is nyitottak. A Kata egyébként már egy komoly megszorítás, az egy Fidesznek egy vívmánya volt a Kata, egy szerintem egy nagyon jó intézkedés, és most abból lépnek vissza egyébként, és vesznek vissza, de nem csak a Katánál, hanem például a nagycsaládosok autóvásárlását tekintve is több milliárdot elvesznek, ez is a Fidesz vívmánya volt. Ugye itt vetődik fel a kérdés, hogy tud-e egy nagy válságban más eszközökhöz folyamodni a jelenlegi kormány és a nemzeti együttműködés rendszere, mint bármelyik korábbi kormány. Nem. Ezek a lépések, hogy felszólalnak, sajtótájékoztatót tartanak, ha elfogadják, akkor alkotmánybírósághoz fordulnak, ezek kötelező körök, de érdemben nem hatékonyak. Én azt hiszem, hogy összességébe kell nézni a dolgokat. Az első és döntő kérdés nem az, hogy most az ellenzék egyébként hogyan reagál, hanem azt várják az emberek, hogy ez a hatalmas felhatalmazás kapott kormány egy világgazdasági válság kellős közepén, amely döntően a háború okoz, egyébként a saját rossz gazdasági lépéseik is egyben, képesek-e jobb megoldásokat találni, mint amire ők hivatkoznak. Tehát Fideszes szemüveggel nézve, hogy a Fidesz rávetült az egész ellenzékre, főleg az MSZP-re és az egész baloldalra, hogy tibe ezzel akkor nagyon kemény olyan lépéseket hoztatok meg, amely fájt az embereknek egy világgazdasági válság után 2008-ban és 2009-ben. Na tud-e jobbat a Fidesz? Hát most úgy látom, hogy elindultak a ezer lépésekben, apró lépésekben vagy kis lépésekben a megszorítások politikája. Varga Judit egyébként világosan elszólta magát, hogy a költségvetés tele van megszorításokkal, és nem csak a Katánál, nem csak mondjuk a nagycsaládosok autókedvezménye, de ott van például a GDP arányosan jóléti kiadásokra, még így is 2010-ben 30%-ot költött az előző szocialista kormány, a következő évi költségvetésben a jóléti kiadásokra szánt összeg, az kérem szépen csak 23,6%. Erre biztos azt mondta, hogy jó, de hát kapásból itt van az évközi nyugdíjemelés. Hát ezek a nyugdíjemelések abszolút járnak, és meglátjuk, hogy meddig bírják ezt finanszírozni, hogyha így folytatják az Európai Unióval szembeni küzdelmet, mert igencsak órái és napjai vannak a kormánynak, hogy valamilyen típusú megállapodás szülessen. Ezzel fogjuk folytatni, meg azzal, hogy akkor a tanárok béremelése ebből hogyan lesz rendezhető. A reklám után jövünk, visszatartsanak velünk. Folytatjuk is Kunhalmi Ágnessel, az MSZP társelnökével, és azt ígértem a nézőknek, hogy a brüsszeli megállapodással és a tanárok béremelésével, mert hogy ma kiderült, hogy ez a kettő igenis nem csak a kormányzati kommunikációban, hanem valószínűleg a bizottság logikájában is összefügg, mert hogy ugye az történt, hogy az azonnali.hu ma arról írt, hogy igenis Ursula von der Leyen és a bizottság a pedagógus béremelés és az oktatással kapcsolatos deszegregációs lépéseket is elvárja az EU-s ezek jóváhagyásához. Az ATV főmunkatársára rákérdezett Navracsis Tibor sajtóosztályánál, és ő ezt gyakorlatilag megerősítette, és azt mondta, hogy a pedagógus béremelés folytatásának szükségszerűségében és a hátrányos helyzetű diákok integrációjának erősítésében nincs vitás kérdése a kormánynak az unióval. Ez alapvetően egy jó hír, nem? Hát igen, de úgy látszik, hogy nem nagyon sikerült teljesíteni. A béremelésnél ugye Orbán elmondta, hogy 3x10%-os béremelés kell, utána úgy tűnt nagyon sokáig, és meg is értünk, hogy még ez se. Hát a belügyminiszter, aki az most már az oktatás is tartozik, elmondta, hogy örüljetek, hogyha egyáltalán nem csökken a béretek, pedig csökken, mert az infláció nagyon nagy, a boltba az árak elképesztően elszaladtak, tehát bizony, és ezek nem új dolgok ám.
Tehát nehogy úgy elhiggyük a kormánynak, hogy itten hirtelen Brüsszel dobálja ránk, hogy még ezt is, meg ezt is, meg ezt is. Nem, ezeket május óta lehetett tudni, volt egy komoly országjelentés, amely kormányzati, civil, független szereplőkkel rak össze az Európai Unió bizonyos szervei, és arról szólnak, hogy Magyarországon bizony a pénzt jelentős részét az emberekre kell fordítani. Ez nem ellentétes egyébként a magyar érdekekkel, tehát nem gondolom, hogy ma van olyan állampolgár Magyarországon, aki elhinni azt, hogy a pedagógusoknak nem kellene megemelni a bérét, és nem kellene megállítani a pedagógusok elvándorlását az oktatásba. Olyan lehet, hogy nincsen, viszont olyan lehet, hogy sok van, akik azt gondolják, amit ugye Gulyás Gergely, aki ugye úgy fogalmaz, hogy azok a baloldali európai parlamenti képviselők, akik havi 5 millió forintot keresnek, ne azon dolgozzanak már, hogy a pedagógusok és az orvosok ne kereshessenek többet Magyarországon. Ugye ez a micsoda butaság? Hát akkor a Gulyás Gergely, meg a kormány tagja, akik legalább olyan sokat keresnek, vagy majdnem olyan sokat keresnek, nem nézem senkinek a pénztárcáját, de nem ez a lényeg, nem mondjon olyat, mert a román pedagógusok bérét a román kormánynak kell megemelni. A német pedagógusok bérét illik a német kormánynak megemelni, nem? Hát de most válság van. És? Romániában nincs válság? Németországban nincs válság? Szlovákiában nincs válság? Hát hogy mondhat ilyet? Hát könyörögnek az EP képviselőink, mindegyik, könyörögnek a magyar képviselő, ellenzéki képviselők, hogy ha-hó, több mint 10 000 tanár hiányzik a rendszerből, szakképesítés nélkül már beállnak tanítani, mert nem tudják ellátni azt a közszolgáltatást, amit az államnak kötelessége lenne a diákok felé ellátni, egész egyszerűen béremelésre lenne szükség. Ráadásul Orbán csapta be őket, mert ki volt az, aki megígérte és egy évig tartotta, hogy a pedagógusok vetítési alapját a mindenkori minimálbérhez kötik? Orbánék, és ők azok, akik becsapták a pedagógusokat. Ha már tanárok, ugye a hétvégén beszélt arról, hogy amikor módosították a tanárok sztrájkjogának szabályozását, az alkotmányellenes lehet, és ezért alkotmánybírósághoz fordulnak. Itt volt egy komoly fáziskésés, mert azt május végén fogadták el, mire föl ez a későbbi alkotmánybírósághoz fordulás. Ez az egyik első kormányzati döntés. Hát az 50 képviselőt most sikerült összeszedni, hogy odafordulunk, és tulajdonképpen megelőzte egy egyeztetés is, szakmai egyeztetés is. Azért ennek az indoklás az egy nagyon komoly munka. Itt szakszervezetekkel, civil szervezetekkel, szakértőkkel egyeztettünk, és a 6 párt is egyeztetett, és a képviselői aláírásokat is össze kell gyűjteni. A lényeg az, hogy odafordultunk, és van reményem, mert ha Balatontörvénnyel kapcsolatban sikerült az MSZP-nek egy rész sikert elérni, akkor joggal gondoljuk mi MSZP-sek, hogy ez a kezdeményezésünk is célba ér, de mert hát minden szakmának joga van a sztrájkhoz, olyan nincs, hogy szegény pedagógusok lényegében nem tudnak. Ez megint egy olyan dolog, amit már itt mondtam a párbeszédes politikus társainak is, hogy ez egy kötelező kör, ezt meg kell lépni egy ellenzéki pártnak, illetve még a szakszervezet is, amikor beszéltem szakszervezeti képviselővel, azt mondta, hogy ki kell ezeket a jogorvosati lépéseket használni, például ahhoz, hogy uniós jogorvosathoz forduljanak, de érdemben nem fogja segíteni a tanárok helyzetét, mert ez egy hosszú eljárás, és például a budaörsi gimnázium tanárai azok a nyári szünetet adták határidőre a polgári engedetlenségre. Igen, és én az MSZP azt mondja, hogy csak ez az eszközük van már a tanároknak? Hát a tanároknak szerintem a polgári engedetlenség, hát ha Orbán Viktor tudott polgári engedetlenséggel élni, amikor bontottak azt a bizonyos kordont a Kossuth téren, akkor nekem nem mondja azt Pintér miniszter, vagy ő nem ismeri, mert akkor elküldöm neki e-mailen ezeket a képsorokat, megnézheti az interneten, tehát a polgári engedetlenség, hát ha demokrácia lenne, hát akkor lehet, hogy nincs demokrácia, demokráciában egy ismert fogalom, akkor lehet, hogy ezek szerint úgy gondolja, hogy ő ezt nem ismeri, már nincs is demokrácia. De lehet erre biztatni a tanárokat? Nem ez a kérdés. A tanárokat arra kell biztatni, hogy minden lehetőséget ragadjanak meg, ami demokratikus, és én azt hiszem, hogy küzdeni kell minden eszközzel, és mindent meg kell annak érdekében tenni. Jó, csak hogyha az ágazatot felügyelő miniszter ezt nem ismeri el demokratikus eszközként, akkor azért ott lehet tartani akár ettől. Hát, hogy be fogja őket fenyíteni, vagy zsarolni fogja őket, vagy fenyegetni fogja őket, persze. Én azt hiszem, hogy... De akkor nem felelőtlenség erre buzdítani valakit, aki az egzisztenciájával játszik? A pedagógusok felnőtt emberek értelmiségi léthez tartoznak, még akkor is, ha a közalkalmazotti státuszokat néha a Fidesz fenyegeti, hogy el akarja venni, de el tudják dönteni azt. A pedagógusok az elmúlt 33 évben minden ilyen alkalommal felelősen döntöttek, a szakszervezetek soha nem csináltak olyat, ami jogellenes lenne. A bíróság legutóbb is azt mondta egyébként, hogy nem tettek jogellenes lépést. A Fidesz politikai játszmájának meg nem kell bedőlni.
Egészségügyre nagyon kevés időnk maradt, Ja, csak igen. egy fél mondattal említem azt, hogy ugye eddig csak bizonyos napokon lehetett a Szolnoki Hetényi Géza kórházban szülni, most meg már a teljes gyermekintenzív ellátás szünetel, és nem azért, mert valaki szabadságra ment, hanem mert gyermeke született, vagy nyugdíjba mentett, hosszú távú a probléma. Igen. Ezzel kapcsolatban az államtitkár viszont azt mondta, hogy szakdolgozói, tehát nem orvosi, de szakdolgozói béremelésről azért tárgyalnak. Megszorítás, megszorítás, megszorítás. A kórház a Szolnoki megyei kórházzal kapcsolatban azt tudom mondani, hogy nincs az a válság, hogy csökkenjen a megyei kórházaknak, legalább a megyei kórházaknak, minden kórháznak tartani kéne a finanszírozását, de olyan nincs. Hát ha valaki Szolnok mellett születik egy kis faluba, és azt látja tulajdonképpen, hogy ott a környéken már sehol nincs, akkor legalább a megyei intézmény az, ami az utolsó mencsvára a magyar állampolgároknak. Megszorítás, megszorítás, megszorítás. Még egyszer mondom, amivel kezdtem, azzal fejezem be. Tud-e a kormány jobban kezelni válságot, mint egyébként az előző kormányok? Azt kezdem látni, és most már ezt jogom mondja mindenki, én óvatosan szoktam fogalmazni, de megszorítás mindenhol, úgyhogy innentől kezdve ne magyarázzon a Fidesz itt olyan dolgokat, hogy ők a megváltói magyar társadalomnak, mert úgy látom, hogy nem az. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.